Önök a Sikert, a gazdasági magazinunkat látják, jó estét kívánok! A szakképzett munkaerő megszerzése egyre nehezebb, a jó szakemberek megtartása pedig komoly feladatot jelent a cégeknek. Ez volt a témája annak a konferenciának, amit a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezett. A tanácskozáson arról is szó volt, hogyan változhat Debrecenben a munkaerőpiaci helyzet a BMW érkezésével. Tavasszal kezdték építeni az Agora irodaházat a nyugati Kiskörúton. Folyamatos a munka, és ha minden jól megy, az épület jövő tavaszra el is készül. A munkaerő hiány az építő és a feldolgozó iparban, illetve a kereskedelemben a legjelentősebb. Ezekben az ágazatokban folyamatos a fluktuáció. A vállalkozások számára a legnagyobb kihívást a szakképzett munkaerő megszerzése és megtartása jelenti. Nem megszerezni kell, hanem a meglévő gyakorlott munkavállalókat megtartani. Ennek a gyakorlati módszereiről, praktikáiról, technikáiról, nagyvállalatok, multinacionális cégek és egymás gyakorlatáról lesz szó, tanulni egymás jó gyakorlataiból, és ezt alkalmazni a mindennapokban. Sokáig az volt a jellemző, hogy kevés munkahelyre pályázott sok munkavállaló. Az utóbbi években ez a tendencia megfordult szinte minden szektorban. Az a fajta mentalitás, ami évekig ment, hogy cserélhetőek, és ez kommunikálva van, és mindenki álljon vigyázba, ez az elkövetkezendő években abszolút háttérbe fog szorulni. Nem ritka az, hogy egy egyszerű logisztikai cégnél már játszószoba van a munkavállalóknak, ahol szünetbe akár csocsúzni, akár leülni, PlayStation-özni tudnak. Nem minden KKV tudja ezt megtenni, általában aki megteszi, őnél van eredménye. Manapság már nem a pénz az elsődleges szempont. A jövedelmen kívül az is számít, hogy mennyire vonzó az adott munkahely. Nem csak a pénz, ez nagyon fontos, az egy dolog fontos, mert kell, hogy legyen, és versenyképes legyen a jövedelem, de ezen kívül nagyon fontosak a munkahelyi körülmények, mert esetleg mennyire családbarát a munkahely, mennyire rugalmas a munkaidő, milyen egyéb kiegészítő juttatások vannak, és milyen a munkakörnyezet. A konferencián arról is szó volt, hogyan változhat a munkaerőpiaci helyzet a BMW érkezésével. Az elmúlt 20 évben Győrben az Audi, Kecskeméten pedig a Mercedes gyár több ezer munkavállalót szívott el a kis- és középvállalkozásoktól. Várhatóan Debrecenben is hasonló lesz a helyzet, éppen ezért a vállalkozóknak fel kell készülnie a helyzetre. Tavalyi évi adatok alapján az autóipari beszállítók voltak a legnagyobb ipari beszállítók Magyarországon, illetve ipari gyártók. Ezért az a szektor egy igen érzékeny szektor, hiszen hogyha ott megcsappan a munkaerő, megcsappan az a megrendelés állomány, akkor igen-igen nagy gond lehet. Az elemzők szerint Magyarországon 6-700 ezer munkavállalót bírna még el a teljes piac. A jóval magasabb bérek és juttatások, valamint a jobb körülmények miatt azonban sokan inkább a külföldi munkát választják. Ennyi fért mai adásunkba, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.